Jó estét kívánok! Javában tart a fűtési szezon. Sajnálatos módon ebben az időszakban nagyon sokszor előfordulnak balesetek, vészhelyzetek. A Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a lakosságot próbálja felkészíteni arra, hogy mit kell tennie a fűtési szezonban, hogy ezek a vészhelyzetek ne forduljanak elő. Az esti mérlegben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! A Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság minden évben mentőkkel, tűzoltókkal, kémények működéséért felelős szakemberekkel tanácskozik a fűtési szezonra készülve. Emellett a balesetek megelőzésében a lakosság felkészítésére is szükség van. Mi úgy gondoljuk, hogy azon túl, hogy mindazok a szervezetek, akiknek egyébként feladata lehet a téli időszakban előforduló veszélyek elhárítása kapcsán, nagyon fontos az, hogy a lakosság, az állampolgárok is tisztában legyenek azokkal a dolgokkal, azokkal az apró teendőkkel, amiket önmaguknak is saját, illetve a közvetlen környezetük védelme érdekében meg kell, hogy tegyenek azért, hogy minél kevesebb baleset, tragédia történjen. Most már hagyományként többedik éve tartunk ilyen közös sajtótájékoztatót azokkal a szervezetekkel, akiknek ebbe feladatuk lehet, így a kémény seprővállalattal, illetőleg a mentőszolgálattal. Azért hívtuk őket is ide, hogy minél hitelesebben, minél részletesebben és szakmailag megalapozottan, de mégis az állampolgárok nyelvére lefordítva tudjanak tanácsokat adni azért, hogy minél kevesebb baj történjen. És nekünk, mint tűzoltóknak minél kevesebb beavatkozáson kell részt vennünk. Fűtési szezonban ugye alapvetően két nagyon fontos probléma szokott felmerülni, ez a szilárd tüzelésből eredő kéménykátrányosodás és az ebből következő kéménytüzek, illetve ugye a gáztüzelésnél, ami a legveszélyesebb és leggyakrabban előfordul, ugye ez a szénmonoxid mérgezések előfordulása. Szilárd tüzelésnél a kéménykátrányosodást megelőzésénél fontos kiemelni a tüzelőanyag minőségét, illetve a felhasznált tüzelőanyagokat. Ne tüzeljünk nedves, vizes fát lehetőség szerint, ne tüzeljünk olyan anyagokat, ami nagymértékben tartalmaz olyan anyagokat, gondolok itt kommunális hulladék, stb., ami a kéményben olyan mértékű lerakódást, vagy olyan lerakódásokat okoz, ami aztán majd a későbbiekben kátrány formájában megjelenik a kémény falazatán, és ez egy olyan tűzveszélyes anyag, ami aztán meggyulladhat, és ez ebből következő kéménytűz, illetve a kéményből átterjedő tetőtüzeket, lakástüzeket okozhatja. Ez volt a szilárdtüzelés, és a gáztüzelésnél nagyon fontos kiemelni a szénmonoxid visszáramlás megelőzését. Ezt a leggyakrabban a tüzelőberendezések állapota okozza, illetve a levegő utánpótlás hiánya. Nagyon fontos megjegyezni, hogy azt a mennyiségű levegőt, ami a lakásokból az égéstermékkel együtt a kéményen vagy az égéstermékelvezetőn keresztül távozik, azt nyílt égésterű tüzelőberendezés esetén fontos pótolni a lakásba. Ha ez a pótlás nem történik meg, akkor a lakásban egy olyan mértékű depresszió, nyomásesés következik be, ami ezt a káros visszáramlást fogja okozni, tehát az égéstermék visszáramlik a lakásokba, és ugye bekövetkezett a baleset. Nyilván akkor a megoldás, hogyha hívjunk egy kéményes szakembert, aki átvizsgálja nekünk a házunkban a kéményeket és a berendezéseket. Hogyan történik most a szakembereknek a kihívás? Ugye az egylakásos ingatlanok esetében ugye a jelenlegi jogszabály úgy szól, hogy megrendelésre történik a vizsgálat. Ez Fejér megye tekintetében nem feltétlen jelenti azt, hogy a kéményseprő nem fog megjelenni, mert igyekszünk minden lakástulajdonost felkeresni mi saját magunk önállóan, de természetesen mindenhova nem fogunk tudni odaérni. Akinél még nem jártunk, és szeretné ellenőriztetni, és ajánlott is ellenőriztetni az égéstermékelvezetőit, az mindenképpen rendelje meg társaságunknál. Legutóbb Perkátán 8 ember lett rosszul a szénmonoxid mérgezés miatt. Ők időben észrevették a bajt, ez abból adódott, hogy a szénmonoxid mérgezés alacsony koncentrációjú volt, de tudnunk kell, hogy a szénmonoxid színtelen, szagtalan, íztelen gáz, tehát tulajdonképpen érzékszerveinkkel felismerhetetlen. Ezért nagyon fontos, hogy három alapvető tényezőt mindenki szem előtt tartson a fűtési időszakban, ez pedig a fűtőeszköznek a szakembert történő felülvizsgálata, a kémények időszakos ellenőrzése,
szellőztetése, tisztítása, és a harmadik nagyon fontos alapszabály, a megfelelő szellőztetés biztosítása. A fűtőeszközök felülvizsgálatára azért van szükség, meg elsősorban a nyílt égésterű berendezésekben szennyeződés, por rakódhat le, ez rontja az égés minőségét, mely előbb-utóbb az égéstermék, vagyis a mérgező szénmonoxid visszaáramlásához vezet. Ne feledjük el, hogy a családi házakba már nem érkezik automatikusan a kéményseprő, hanem egy előzetesen egyeztetett időpontban végzi el az ingyenes tisztítást és ellenőrzést. Erre nagyon figyeljünk oda, mert Magyarországon minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik, mégpedig azért, mert nem végeztetik el a megfelelő felülvizsgálatot, tisztítást, vagy pedig nem a megfelelő tüzelőanyaggal fűtenek. Még sokszor tapasztaljuk, hogy sűrű fekete füst száll fel a kéményekből, háztartási hulladékot is a kazánokba, a kályhákba helyeznek. Ez rontja az égés minőségét, a kémény állapotát, fokozott korom képződéssel jár, ez lerakódik a kémény belsejében, leszűkíti a kürtőt, előbb-utóbb pedig kéménytűzhöz, vagy a már említett súlyosabb esetű szénmonoxid mérgezésekhez vezet. Ugye beszéltünk a szénmonoxid mérgezésről. Milyen tünetei lehetnek? Ugye szintelen szaktalan nyilván ez a gáz, de hogy mi az, amit magunkon tapasztalhatunk, vagy milyen az eset, amikor mindenképpen észreveszünk magunkon, hogy baj van? Talán ebben a mérgezésben az a legrosszabb, hogy könnyen összetéveszthető más rosszuléttel, akár egy influenzával is, hiszen rosszulét, fejfájás, hányinger, szédülés a kezdeti tünet, de hangsúlyozom, hogy akkor, hogyha alacsony a koncentráció, mert ha súlyos szénmonoxid mérgezésnek van kitéve a lakó, akkor akár perceken belül eszméletvesztés is bekövetkezhet, olyankor már nem tudunk cselekedni, és sajnos nagyon rövid idő alatt elhalálozhat a veszélyeztetett állampolgár is, ezért nagyon fontos a megfelelő szellőztetés biztosítása, tehát azokban az épületekben is, ahol a közelmúltban kicseréltük az ablakokat, ajtókat, új, jól záró műanyag nyílászárókra építessünk be részszellőzőt, a korábban kialakított szellőző nyílásokat semmi esetre se fedjük le, tehát a megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk, és kiegészítő védelemként lehet alkalmazni a jó minőségű szénmonoxid érzékelőket, melyek valóban időben jeleznek, ha baj van, már akkor, hogyha az egészségügyi határértéket eléri a mérgező gáz jelenléte, és ez már idén életet is mentett Fejér megyében. Milyen eszközöket válasszunk, hogyha a szénmonoxid érzékelőt nézzük? A szénmonoxid érzékelőket rendszeresen ellenőrzi a katasztrófavédelem is. A vizsgálaton megfelelt és nem megfelelt érzékelők listája is megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Javaslom, előzetesen mindenki tájékozódjon erről az interneten, ez alapján válasszon szénmonoxid érzékelőt, és a korábban vásárolt készülékekben pedig cseréljük ki az elemet annak érdekében, hogy a téves riasztásokat megelőzzük. Elsősorban arra kell figyelnünk, hogy ha már elkezdtünk fűteni, akkor azok megfelelő állapotban legyenek, nehogy visszaáramoljanak azok a gázok, vagy esetleg a füst a kéményből, amik aztán egészségkárosodást okozhatnak. Ugye jellemzően, amire mindig oda szoktunk figyelni, ez a szénmonoxid, azért mert nincs szaga, nem látható, és hát nagyon kellemetlen tüneteket okozhat egyrészt, tehát ugye fejfájás, szédülés, hányinger, illetve ennél súlyosabb mérgezéses esetekben akár halálhoz is vezetnek. Azért kell nagyon figyelni, mert nem érezhető, és ugye van egy nagyon-nagyon csúnya tünete a szénmonoxid mérgezésnek, az a bénulásos tünetek, tehát izomgyengeséget, végtagbénulást tud okozni, tehát adott esetben, amikor rájövünk, hogy baj van, akkor már lehet, hogy késő. Azokban az esetekben, amikor egy helyszínen többen rosszul vannak, és ezeket az ilyen gép tüneteket észlelik, akkor mindig gondoljunk arra, hogy esetleg szénmonoxid mérgezés van, és azonnal nyissunk ablakot, szellőztessünk, és hívjuk a mentőszolgálatot, illetve a katasztrófavédelmet is. Mit lehet elmondani így az elmúlt időszakról, mondjuk tavalyhoz képest, vagy a tavaly előtthöz képest? Tehát, hogy van egy ilyen áttekintő statisztika, vagy valami, ami alapján azt láthatjuk, hogy javulás, vagy pedig romlás állt be ebbe, hogy a lakosság mennyire figyel oda fűtési szezonban? Azt kell, hogy mondjam, hogy a mentőszolgálat statisztikái szerint gyakorlatilag stagnálnak a számok. Ugye
idei évnek a fűtési szezonja csak most indul, de már elkezdett emelkedni a szénmonoxid mérgezés esetek száma. Én nagyon remélem, hogy ez az alkalom is alkalmas arra, hogy minden állampolgárnak felhívjuk a figyelmét rá, és felszólítsuk őket az, és érezzék a felszólítást, hogy ők tehetnek ott gyakorlatilag a legtöbbet azért, hogy megelőzzék. Mi, ha baj van, megyünk, de azért, hogy megelőzzék, azért az ő saját felelősségük igen nagy. Füstjelzőket ajándékoz egy országos kampány keretében a katasztrófavédelem a leginkább rászoruló embereknek a télbe köszöntével. Az akció során Fejérben is közel 500 érzékelőt adományoznak és szerelnek be a megyei háztartásokba. Az érintetteket a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat bevonásával választotta ki a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A Ne gyújtsa, gyűjtse kampány keretében a katasztrófavédelem Fejér megyében 39 füstérzékelőt ad át olyan érintetteknek, akik tűzkockázati szempontból leginkább veszélyeztetettek. Ők jellemzően egyedül élő idős emberek, illetve hátrányos helyzetben élő családok. A karitatív szervezetek bevonásával választotta ki a katasztrófavédelmi az érintetteket. Fejér megyében évente átlagosan 230 lakástűz történik, jellemzően valamilyen nyílt lánggal összefüggő tevékenység következtében, ilyen például a téli időszakban a fűtés vagy a sütésfőzés, mely jellemzően még az ünnepi időszakokra is vonatkozik, amikor fokozottabb a sürgés forgása konyhákban. Emellett még sajnos minden héten előfordul Fejér megyében elektromos tűz, melyeket nagyon nehéz kivédeni. A tűz kezdeti szakaszában jellemzően füst képződik, és ezért lenne hasznos minden háztartásban egy füstérzékelő berendezés, melyek jellemzően egy percen belül jeleznek, ezzel lehetőséget adnak arra, hogy akár a tűz kezdeti szakaszát eloltsuk, vagy pedig arra, hogy időben biztonsággal kimeneküljünk az otthonunkból. Ez egy figyelemfelhívó akció is részint, ezeket a füstérzékelőket, hogyha valakinek nincsen otthon, vagy égi van, akkor honnan érdemes beszerezni, hogy érdemes beszerezni őket? Mindenképpen szakboltban válasszunk füstjelző készülékeket. Ez a füstérzékelő, melyet a katasztrófavédelem a Vöröskereszttel együtt átadott, 10 éves időtartamra szól, de minden érzékelőnek a használati utasítása tulajdonképpen az alapszabály. Ez a füstérzékelő 10 évig garantálja, hogy nem kell hozzányúlni, akkumulátorral működik, és átlagosan egy percen belül már a kezdeti füstöt is jelzi. Éjszaka is lehetőséget ad arra, hogy a sipoló riasztó hangjával felébressze az alvó lakót. Ebben az évben is már két alkalommal volt olyan tűzesetünk Székesfehérváron, hogy ebéd, illetve vacsora melegítés közben egy fárasztó nap után a lakó véletlen elaludta nappaliban, a tűzoltók törték rá az ajtót, akkor már füst volt a lakásban, de a szomszédok figyelmességének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sérülés nem történt. Tehát az lenne a cél, hogy ezek az esetek megelőzhetőek legyenek, a füstjelzők időben ébresszék fel a lakókat és időben jelezzék a bajt, lehetőséget adva a menekülésre. És mi? Hát olyan, hogy most is már egy fenyőfát, itt a menjünk ki, lássak, nagyon hullik, kivágatom, akkor ott volt másik ilyen öreg fa, kivágatom, és akkor összefűrészült a párom. És akkor itt? Igen, itt be lett hozva. Most annyi előnyöm van, hogy egy ilyen segítő paripám van, ilyen kocsit kaptam, amivel mehetek bevásárolni. Arra főteszem a fát, nem kell így hozni. Kapott? De a fiam egyébként igyekszik behozni. Füstérzékelőt kapott ajándékba, azt mondanom, hogy ez minden fog önnek segíteni, vagy miért jó ez a... Hát, hogy biztosít, mert előfordul ugye olyan, hogy a füst arra megy, amerre nem kell. De ez annyira jó sikerült, a szüleinek is csinált. Mindenfelé ilyen, és azt érteni kell. Mennyire nyújt önnek biztonságérzetet az, hogy fönn van ez a füstérzékelő? Hát azért nem mindegy. Ez olyan, mintha itt mellettem valaki vigyázva állna, ugye? Mert ugyan
A magány az borzalom. Nincs, aki szóljon az ember, nincs, aki jöjjön. Nem vagyok szomszéduló, de jó volna néha. Van egy cserépkályhám, amit még a férjem csinált a konyhába. Azt szokta használni fűtésre? Igen, tegnap is, már elromlott pont a... és félbe hagyták a 9 órakor mentek rá az emberek. És szóval akkor azért jöttünk önhöz, igen, mert van egy ilyen országos kampány, hogy ilyen füstérzékelő készüléket, eszközt adunk át olyan embereknek, akik rászorulnak. Ez a készülék, ez teljesen gondolásmentes. A kollégámmal együtt fel fogjuk helyezni arra a helyre, ahol a legszükségesebb, vagy a legnagyobb biztonságot nyújtja. És utána, hogyha bármi miatt itt füst keletkezik, vagy tűz lesz akárban, ez nagyon gyorsan jelezni fogja önnek, és akkor ki tud menni az épületből, hangoskodik, majd meg is fogjuk mutatni egy próbával, illetve utána tudja hívni a segélyhívó szám, a tűzoltóságot. A lényeget, hogy így van, igen. Úgyhogy az a lényeg, hogy ez teljesen gondozás és karbantartásmentes, 10 évig hozzá se kell nyúlni. Hol leszek én? 10 év múlva jövünk és kicseréljük, jó? Egy újra. Igen. Igen. Nagyon idős vagyok. Hát nem, még ki tudja, hogy... Jó, akkor az lesz, hogy meg kell nézni, hogy hova tegyük. A 87. Azért. Na, szép. 10 év múlva találkozunk. A Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakemberei mindent megtesznek a lakosság felkészítése, figyelemfelhívása érdekében a fűtési szezonban. Ehhez már csak a saját odafigyelésünk hiányzik, hogy balesetmentesen teljenek az őszi és téli hónapok. Az esti mérleget látták, holnap is várjuk Önöket, viszontlátásra!